Mennyei édesatyánk, olyan sokszor azt veszük észre, hogy csak beesünk az ünnepre, rengeteg elvégzendő feladatunkat megoldjuk zömében, de a legfontosabbat, hogy előtted megálljunk, elcsendesedjünk, veled élő közösségben maradjunk, nagyon nehéz megtartani. Hálásak vagyunk azért, hogy most egy ilyen alkalmat készítettél, éppen az ünnep előtt nem sokkal. Szeretnénk arra kérni, hogy most semmi el ne vonhassa a figyelmünket attól, amit velünk beszélni szeretnél. Hadd legyen a családi otthonunk ebben az évben olyan, amilyen te szeretnéd. Nem külső fényességekkel, csillogással, ajándékokkal tele csupán, hanem hadd legyünk a családunknak a papjai, olyanok, akik te rád és a te igédre figyelve másokat is afelé irányítanak. Hadd tudjunk a családunkban szeretettel téged képviselni. Segíts hát nekünk, hogy ma a szívünk odahajoljon, amelyre te akarod azt fordítani, formálni. Áldj meg kérünk minden egyes beszélgetést, minden egyes bizonyságtételt és az igének minden szavát. Amen. Foglaljatok helyet és hallgassátok meg Istennek az igéjét, amelyet Mózes első könyvéből fogok felolvasni. Egy nagyon ismerős történet az, amit el fog hangzani. Mózes első könyvének 22. fejezetéből Ábrahám próbatételének a történetét olvasom. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Akkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot: apám! Ő ezt felelte: itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte: itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, föltette az oltárra a fadarabok tetejére. Amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyal az égből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújts ki a kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik, ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, és ezt mondta: magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját,
és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál a szavamra. Ezután Ábrám visszatért szolgáihoz, elindultak és együtt mentek Beer-Sebába. Ábrám továbbra is Beer-Sebában lakott. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, egy tényleg nagyon ismerős történet, most mégis más megvilágításból szeretném elétek hozni, ugyanis azt a címet adnám ennek a mai napnak, a bizonyságtételeknek és Ábrám történetének, hogy próbára tett életek. Ábrám élte a mindennapjait. És egyszer csak azt olvassuk mindjárt az elején, hogy Isten megszólította, és azt mondta, Ábrahám. Nagyon érdekes, hogy Isten elhozza azt az időt mindannyiunk életében, amikor egy próba megvizsgálja a hitünket. Olyannyira, hogy Alexa Imre egyszer csak belesik egy zöldséges aknába, eltöri a kezét, és át kell értékeljen dolgokat. Petromán István 2 év alatt elveszíti 3 szeretett hozzátartozóját, ma készül, hogy bizonyságot tegyen, de nem tud itt lenni, mert holnap műtik, úgyhogy a műtétre készül. A bizonyságtételek Vaszil István éli a mindennapjait, egy olyan helyen Budapesten, ahol mindene megvan, és történik valami, és Isten megszólítja, hogy beszédem van veled. És itt van már Bíró Benyámin is megérkezik, történik vele egy baleset, és minden átértékelődik. Én szeretném, ha ma több kérdésre választ keresnél az életedben. A hétköznapok taposó malmában mikor érezted úgy, hogy Isten neveden szólított? Amikor arra kényszerültél, hogy végig gondolt, hogy mi a fontos a számodra? Mi az érték? Mi a legfontosabb? Mert ezek a próbatételek valóban azt munkálják, hogy dolgokat tudjunk elengedni, és az igazán fontos dolgokat pedig megragadni. Kedves testvérek, ez a történet már az általános iskolában gyerekeket meglepi, bennünket is. Hogy lehet az, hogy egy apa megkötözi a gyermekét, fölteszi az oltárra, kést vesz a kezébe, és a hite Istene miatt képes lenne föláldozni őt. Nincsen ebben semmi rendkívüli. Amiben hiszünk, azért képesek vagyunk áldozatot hozni. Másik kérdésem az lenne a mai nap, amire kérlek, miközben hallgatod a bizonyságtételeket, hogy nagyon figyelj oda. Mi az, amit az elmúlt években, évtizedekben olyan fontosnak tartottál, hogy a legdrágább dolgokat oda tetted a rőzsére, a fára, az oltára, és kész lettél volna föláldozni, ami neked drága és becses? Ha a pénz volt az első helyen, akkor rengeteget dolgoztál. És feláldoztad ezért azokat a drága időket, amit a gyermekeiddel tölthettél volna kicsi gyermekkorukban, amikor játszani szeretett volna, apát látni maga mellett, hogy együtt focizzunk, hogy társasozzunk, hogy átölelhessem. Ha a munka volt az Istened, ha a saját boldogulásod volt az Istened, akkor valamit az oltárra tettél, mert a kettő nem fért együtt. Ennek az volt az ára. Mi van ott az oltáron? Lehet pont az egészséged. Talán pont a jövődet áldoztad föl. Talán pont az idegrendszered ment rá, hogy annak az Istennek a szolgálatában, akit igaznak véltél, akitől vártad azt, hogy megáldja az életedet, hogy teljessé tegye az életedet, ezért be akartad neki mutatni ezt az áldozatot. Nem olyan régen részt vettem egy hétvégén, az volt a címe, hogy Apa sebek. Hadd mondjam el nektek, hogy egy nagyon épületes hétvége volt, mert ezt már régóta tudtam, hogy minden apa akár akarja, akár nem, megsebzi a fiát. És ez a seb elkíséri a gyermekeinket. És ezen a hétvégén szembesültem vele, hogy nem csak nekünk vannak sebeink, hanem van a mi szüleinknek, édesapánknak is, és van már a mi gyermekünknek is sebe. Milyen sebre gondolok? Képzeld el, a mai történetben
Ábrahámnak megmenekül a fia, Izsák. Izsák úgy éli le az életét, hogy tudja, hogy az apám kész lett volna engem beáldozni. Ott voltam megkötözve, kezében volt a kés. Veszélyben volt az életem. Feláldozható vagyok. Valami, valaki fontosabb, mint én. Évtizedek telnek el ennek a tudatában. Nézzük meg, Izsák hogy éli meg. Születik két gyermeke, Ézsau és Jákob. Ézsaut megszereti, a mező illatát viseli magán, és ezt a fiút szereti. A másik meg menjen az anyjával, szelíd sátorlakóként. Azzal sejt sebet a fián, hogy különbséget tesz, és mellőzött gyermek lesz. Értitek? Az apa azt a sebet ejti rajta, hogy mellőzi. Mit csinál erre Jákob, akinek már 12 fia van? Ő meg Józsefen ejt sebet, meg a többin is. Józsefen azt a sebet ejti, hogy elkényezteti a cifraruhával, a megkülönböztetett bánásmóddal. A 11-et meg azzal sebzi meg, hogy egyet föléjük emel. Hogy kiemel a többi közül, összeugrasztja a testvéreket. Azok készek lennének megölni. És figyeld meg, micsoda feszültség van. Az első történetben az apa megölné a fiát. A második történetben testvér megölné a testvért. A harmadik történetben a 11 testvér megölné azt az egy testvért. Soroljam az ő gyermekeiket. Tegyem mellé a te életedet. Ott van a kezünkben a kés. A gyermekeinket a szavainkkal, a távollétünkkel, a durvaságunkkal, az érzelmeink ki nem fejezésével sebezzük és sebezzük, tesszük az oltárra, azoknak az isteneknek, bálványoknak a kedvéért, amelyekben hiszünk, és amikor látod magad előtt Izsákot, ahogyan ott fekszik megkötözve, ennek a köteleiben szenvednek a mai magyar férfiak. Lehet, te is így emlékszel, te is hordod magadon ezeket a sebeket. A mai történetben az a különlegesen csodálatos üzenet, hogy Isten látja, hogy micsoda sebeket tudunk a gyermekeinknek adni. És ő az, aki gondoskodik arról, hogy az életünk ne legyen áldozattá, hogy ne úgy kelljen leélni az életedet, mint valami áldozat, ad egy másikat helyébe. Olyan hatalmas párhuzam van az Ábrahám próbatételének a története és Jézus Krisztus keresztre feszítésének a története, egy pár párhuzamot hadd vonjak, és utána egy történettel zárom az áhítatot. Amikor a Mória hegyén kell ennek megtörténnie, több száz évvel később ezen a hegyen állítják föl a Golgotai keresztet. Amit Isten nem kért Ábrahámtól végül, hanem megszólította és leállította, megtette ő Jézussal, nem küldött angyalokat, nem bénította le a katonákat, akik keresztre feszítették, hanem hagyta, hogy ez az áldozat valóban megtörténjen. Az egyetlen, a legdrágább oda kerül az oltárra. A másik párhuzam, hogy Izsák vitte a fát. Olyan különös történet, nem? Hogy ő viszi a fát, amire rárakják, és ami majd az áldozatként ott kellene lennie. Krisztusra is ráteszik a fát, a súlyosabbat, a nehezebbet, hogy aztán majd arra ő tényleg fölkerüljön. Amikor Izsák azt kérdezi, hogy apám, jó, itt van a tűz, itt van a fa, de hol van az áldozat? Az öreg azt mondja, majd Isten gondoskodik áldozatról. Több száz év múlva ezt úgy tette, hol a bárány? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Aztán látjuk, hogy Izsák egy szót nem szól. Nem tudom, hogy te hogyan reagálnál, amikor valaki téged megkötözni az apád, és emelni a kést, hogy föláldoz. Egy szót nem hallunk arról, hogy Izsák tiltakozott volna, rugdolózott volna, átkozódott volna, vádolt volna.
Látjuk Krisztust. Igen, Atyám. Ha nincs más megoldás, legyen így. És látjuk azt, hogy egyszer csak visszakapja Ábrahám Izsákot, ez a visszakapott fiú Jézus Krisztusban is jelentkezik, hiszen föltámadását követően odaül az Atya jobbjára. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a történet előtt, amivel zárom, mint édesapákat szólítalak meg benneteket, és kérlek, hogy helyezkedjetek most abba bele. Egy dolgos, fárasztó nap végén ültök az autóban, vezettek, és bekapcsoljátok a négyes hírjeket, elkezdi mondani sorban, és hallasz egy ilyen fél mondatot, hogy Amerikában találtak egy újabb vírust, amely olyan súlyos, hogy nem találnak rá ellenszert. Valahonnan egy ember Afrikából behurcolta, és ez ma Amerikában megjelent. Te nézd tovább, hiszen Amerika jó messze van, mindig jön valami hír onnan. De néhány nap múlva hallott, hogy a párizsi reptéren is megjelent ez a vírus. Elkülönítettek egy kórházi részleget, a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet elkezdte kidolgozni az ellenanyagot, kutató munkában kezdtek, de ilyen törzset így nem ismertek. Néhány nap alatt elviszi az embert, menthetetlenül, aki elkapja. A híradó egy idő után már mutatja azokat a fehér ruhába öltözött, maszkos embereket, akik kesztyűben mennek be egyáltalán a betegek közelébe. És úgy izgat a dolog, mert egyre több helyről hallod már Magyarországról is, már Debreceni klinikán is, legkülönítettek egy-egy részleget ezeknek a betegeknek. És akkor foglalkoznak az interjúkban olyanokról, hogy mégis hogy temessük el őket alumínium koporsóba, hogy ne terjedjen tovább a vírus, most hogy terjed, tüsszentésen keresztül, vagy véren keresztül, és az emberek beszélnek róla. És egyszer csak hallott, hogy megvan az első Máté Szalkai, és még ismered is. És egyre nyugtalanabbak a híradások, mert mindenki várná azt, hogy végre valaki lépjen valamit, és nincs ellenanyag. És kihirdetik az orvosok, a kutatóprofesszorok, hogy keresnek egy olyan embert, aki elkapta, de túlélte, hogy az ő véréből valamiféle ellenanyagot tudjanak kikísérletezni. Felállítanak ilyen hatalmas nagy kórházi sátrakat, fehéreket, vörös kereszttel, és berendelnek téged is. És az utcába be van osztva, hogy ki mikor kell oda menjen. És a Szalkai kórház parkolójában egyszerűen hosszú sorban állnak az emberek, de mindenki gyanakvó. Mindenki arra figyel, hogy ne menjen túl közel a másikhoz. Hogyha valaki mellette tűszög, mint esperesó, akkor az ne kerüljön be az én tüdőmbe. Mi lehet az oka? És mindenki fél. És egy pici vért vesznek mindenkitől. Falusitól, várositól, időstől, betegtől várnak, hogy hát, ha feltűnik valaki, aki legyőzte a kort. És képzeld el, amikor megkeresnek személyesen, hárman vannak, egy főorvos és két fehér ruhás, és félrehívnak. És azt mondják, uram, beszélnünk kell magával. És elsőre nem tudod, hogy mit akarnak tőled, de bevisznek egy szobába, és elmondják, hogy a fiad, az, akit az egész világ keres. Mert benne van meg az az ellenanyag, ami le tudta győzni a kort, és szükség lenne a vérére. És ugye, amikor már mondanád, hogy jaj, de jó, az én fiam, még büszke vagyok rá, akkor folytatja az orvos, hogy szükség lenne a vérére. De jó, hát holnap bejövünk, aztán majd letetszenek venni. Az összesre. Hát ezt meg kell beszélni. És elmondod a feleségednek, és nem aludtok éjszaka egy szemet sem. És ott van a mérleg egyik serpenyőjében az, hogy egy világ várja sóvárogva azt, hogy végre történjen valami, és itt a kézenfekvő megoldás, és ott van, hogy akkor mi marad neked? Mi lesz a fiaddal? És könnyes szemmel indultok el.
Beléptek a kórháznak a lengőajtaján. Gyereked azt csacsog, beszél, kérdezget, hümmögsz rá. Már te tudod, hogy mi következik. És átöleled. Ott ül egy fehér ágyon, mellette mindenki készítve, a szakmai stáb nagy tapintattal megvárja, míg elköszöntök. És küzdesz azzal, hogy hogy mondd el, hogy fiam, szeretlek. Még egy utolsó ölelés, és kiléptek a feleségeddel összekapaszkodva. És jön, ami jönnél kell. Hazamentek a kórházból, jön egy telefonhívás, hogy mikor kell elhozni a kis koporsót, megszervezed a temetést. A hírek bemondja, hogy nagyon gyorsan fölállt ez a szakmai stáb, legyártották az ellenanyagot. Látod, hogy az emberek fellélegeznek, és foglalkoznak, mennek a Kossuth térre, tehát mindenfélével foglalkoznak. Te meg ott maradsz a gyászoddal és a fájdalmaddal, a Szalkai köztemetőben, a ravatalon, ott fekszik egy drága gyermek, aki neked ilyen nagy érték volt. És az emberek körülötted nevetnek, legyintenek, hátba veregetnek. Mi van, öreg? És te tudod, hogy mi történt. Hogy micsoda áldozat volt ez. Ez a történet a mi történetünk. Ahogyan Isten látta, hogy a bűn pusztítását nem lehet másképpen megoldani, hanem egy valakinek az áldozata, a vér kell ahhoz, hogy neked örök életed legyen, és a bűnöidre bocsánat legyen. És elbírod képzelni, ahogyan látja ott fölülről a koponyák hegyét, látja, ahogyan leköpik, megostorozzák, tövis koronát nyomnak a fejére, gúnyolják, nyakon vágják, és hagyod. Hallod az utolsó kiáltását, látod, ahogy utolsót vesz egy nagy levegőt, és kileheli a lelkét. Látod, ahogyan leszedik a keresztről, és begöngyölve beteszik egy előre kivált sírba. És a legszörnyűbb az, hogy utána látod azt a sok millió embert, aki magasról tojék az egészre. Pedig az, hogy te élhess, és örök élhess, az kellett, hogy arra az oltára ne Izsák, hanem egy kos kerüljön, hogy arra a Golgotai keresztre ne Barabbás, hanem Jézus kerüljön, hogy az az ítélet, az ne téged sújtson, hanem őt sújtsa. Olyan Istenünk van, aki ebben a történetben is megmutatta, hogy milyen az apai szív. Nem kéri Ábrahámtól azt az áldozatot, amit ő meghoz. De Ábrahám tudja, hogy mi az, hiszen 3 napig mennek oda, míg odaérnek ahhoz a helyhez. És tudja, hogy mennyire értékes az a fiú, az egyetlen. És meg tudja becsülni azt, hogy ez, amit Isten kér, ez mindent, vagy semmit kérdésbe tartozik. Én itt befejezném. A mai nap több kérdés el fog hangozni. Figyeld a bizonyságtételekben, hogy kinek mi volt az érték, és mi most. Hol volt az a hely, mint Ábrahámnak, hogy odaért az élete ahhoz a ponthoz, amikor Isten próbára tette a hitét. A veszteségben, a próbában mit kért Isten, és mit adott utána? Amen. Gyertek, most csendesedjünk el, és kérjünk további áldást.
soha nem fogjuk tudni meg emberi elménkkel felfogni és megérteni, milyen nagy volt az az áldozat. De köszönjük neked, hogy valamit megsejtettél ma is velünk. Köszönjük, hogy annyiszor körbeírod számunkra, annyiszor láthatjuk az útszéli keresztől elkezdve verseken, újságokon, bizonyságtételeken, igehirdetéseken keresztül, hogy mennyire szeretsz bennünket. Hadd érezzük ezt ma meg különösen, családapákként, férfiakként. Maradjon a te szent lelked jelen közöttünk, és végezd el bennünk drága munkádat. Amen.